Kedves nézőink, kis vendégem van a stúdióban, anyáknapi műsorunkat ő teszi varázslatossá. Egy gyönyörű kis hölgy, akit babakora óta ismerek, első perctől elbűvölt, ékszinkék szemeivel, szőkefürtjeivel, babamosolyával és csodálatos hangjával. Szeretettel köszöntöm kívánság műsorunkban az udvarfalvi nagy Lujza Naumit. Szervusz Lujza, Isten hozott itt nálunk! Szia, Nájemi! Hogy érzed magad itt a stúdióban? Tetszik-e itt neked? Igen. Igen. Gyere, áruljuk el a nézőknek, hogy nem áll messze tőled a zenevilága, hiszen zenesul is vagy, mert ugye nagyon szeretsz énekelni, és csodálatos hangod van. Milyen ott az iskolában, hogy tetszik neked? Hát nagyon jó. Nagyon jó, és Én sokat énekeltek. En... Nagyon szereted, és sokat énekeltek. Milyen egy zenesulisnak a napja? jó jó. Nagyon, jó nagyon jó milyen hangszeren fogsz játszani majd a első osztálytól mert ugye nulladikban még nincsen hangszer majd első osztálytól kell hangszert választatok mit fogsz te választani Zongorát. Zongorát? Képzeld el, hogy én is zongoráztam, mert én is zenesul is voltam, és 12 éven át zongoráztam. Otthon már van nektek zongorátok? Igen. És szoktál már gyakorolgatni? Igen. És milyen dallamokat, darabokat játsztok? A felnapot, még van egy ének, amelynek nem tudom a címének, és még az zópat is tudom, és ezeket már te mind le tudod játszani? Igen, és még a torémit is. Jaj, nagyon ügyes vagy. Ugye anyák napja van ma, és ezért is jöttél ide a műsoromba meghívottként. Gyere, térjünk rá egy kicsit anyukádra, beszélgessünk róla. Mi anyukádnak a kedvenc színe? A zöld. A zöld, és Úgy a tiéd? Igen, és a tiéd. Citromsárga. A citromsárga. És mi az a dolog, amivel anya téged boldoggá szokott tenni? Hát... Mi az, amit mond neked, hogy te jókedvű legyél? És apa is szokta ezt, hogy amikor mindig, amikor hogy nagyon szép a hangom, meg ezek, akkor az mindig a boldogát tesz. Igen, az jól esik neked, ha dicsérnek, ugye? Igen. Melyik az az étel, amit anya tud a legjobban főzni? A spenótos laska. A spenótos laska az anyának a specialitása, ugye? Uh -huh. Mit szoktatok együtt csinálni a legtöbbet anyával? Melyik a kedvenc időtöltésed együtt anyával? Amikor voltunk egyszer fagyizni ketten. No, de mivel anyák napja van, azt is mond el nekem, hogy anyának vajon melyik a kedvenc virágja? Vajon a rózsa, vagy a gyöngyvirág? A bazsaróza? A bazsaróza örvendek, nekem is az a kedvencem amúgy. És mivel anyák napja van, ugye készültünk egy meglepetéssel. Luisa, te most el fogsz nekünk egy szép verset, úgyhogy tiéd a szó, és hallgatunk. Nincs rá minden évben tavasz végén kivirágzik az orgona, május első hét végén illata súgja édesanyja. Száll a s hírül adja, így el senki sem mulasztja. Száll a s hírül adja, itt van újra anyák napja. Köszöntelek szívből téged? Kisám mondom, mégis érzed, nincs rá szó, nincs fogalom, anyukám szeretlek nagyon. Évről évre nagyobb vagyok, nőnek velem gondok bajok. Azért növünk mi gyerekek, elférjen bennünk a szeretet. Anya, mit adhatnék neked? Csupán annyit ígérhetek, egyszer én is szülő leszek, és továbbadom, mit kaptam tőled. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Ez volt a mi kis meglepetésünk anyák napjára. Köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban, és sok-sok sikert kívánunk neked! Köszönöm szépen!